Összesen 400 ezer forint felújítási támogatásra pályázhatnak a védelem alatt álló épületek tulajdonosai Tolnán. A városban 2005 óta lehet ehhez támogatást igényelni azoknak az ingatlanoknak az utcafronti homlokzatára, amelyeket a város úgynevezett településképű rendelete felsorol. A védelem alatt álló épületek között több hagyományos tornácos parasztház, a parasztbarokkot idéző homlokzatú lakóház is megtalálható. Azonban a legértékesebb épületek az egykori kereskedőházak, amelyek a 19. század végén, a 20. század elején épültek. A városnak van egy településképi rendelete, és az a településképi rendelet tartalmazza a helyi védett elemeket. Itt gondolok védett épületekre, akár az egész épületre, vagy csak a homlokzati elemre, vagy egy kerítésre. Ugye azokra az épületekre lehet pályázni, amely épületeket ez a helyi rendelet védelem alá helyezett. A városnak minden évben van 2 millió forintos keretösszege arra, hogy ezeket a helyi védett épületek felújítását támogassa. Az épület kapcsán, mivel védett épületről van szó, nem a hagyományos felújítási munkákra kell gondolni, hanem adott esetben a védelem okán többletköltségek jelentkezhetnek. És emiatt a többletköltség miatt nyújt a város forrást, illetve pályázati lehetőséget az ingatlan tulajdonosoknak. Mondanék egy példát. Például nyilászáró cserére szeretne pályázni az ügyfél. 500 ezer forintba kerülne egy hagyományos nyilászáró, de mivel egy védett épület egy jóval cizelláltabb nyilászáróról van szó, többe kerül a legyártása, például 800 ezer forint. Ebben az esetben azt a többletköltséget tudja átvállalni pályázat formájában, vagy támogatás formájában az önkormányzat, ami miatt többe kerül a nyilászáró. 400-400 ezer forintnyi összeggel támogatja egy-egy ingatlan tulajdonost a város. Pályázni bárki tud, akinek helyi védett ingatlana van. A pályázathoz szükség van egy fotodokumentációra, illetve egy műszaki leírásra, és a műszaki tartalomtól függően adott esetben egy műszaki tervre is. Ezek az információk felkerülnek majd a honlapra, illetve lehet engem is keresni a részletekkel, illetve aki pályázni akar, megbeszélünk egy időpontot, kimegyek, és leegyeztetjük a részleteket, hogy milyen feltételek mellett, milyen műszaki tartalommal tudjuk elképzelni annak az ingatlannak a felújítását. Béres István azt mondja, mindenképp használják ki a lehetőséget, ugyanis nincs minden önkormányzat ilyen szerencsés helyzetben, hogy az ingatlan tulajdonosokat tudja támogatni. Én arra biztatnám itt minden tolnai ingatlan tulajdonost, aki védett épülettel rendelkezik, hogy éljen ebből a lehetőséggel, mert idén van, és szép jön a város, hogyha egy mód van rá. Tolna egy olyan szerencsés helyzetben van, hogy rengeteg értékes épülete van. Nehéz ezt jól megfogni, hogy kinek milyen lehetősége van. Védjük az épületet, ne védjük, mivel kötelezettségekkel és kötöttségekkel is jár, hogyha egy épület védett. Törekedni kellene arra, hogy ezeket az épületeket az utókornak megtartsuk, és szerencsés módon az önkormányzat ehhez tud is támogatást nyújtani. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és biztatnék mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel. Ugye jó karbantartási kötelezettsége minden ingatlan tulajdonosnak van, hogyha ahhoz kaphatnak 400 ezer forintot, akkor az egy ajándék. A főépítész szerint az értékvédelmi támogatás Tolnán jó hatással van a városképre, ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy meg tudnak maradni a történeti városrészek.